Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, 8-5 már az óra. Hív benneteket a tóra, gyertek tanulni. Megyeri Jonatán vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Csütörtök este. Van számos megbeszélni valónk azok számára, akik csatlakoznak. Itt van rögtön Zsüli. Szeretettel üdvözlök, szélelítom elsők között ismét. Négyesi Zsolt barátom, szeretettel üdvözlök mindenkit. Most már Anna Mari is itt van. Gyülekezik a kemény mag, Zsolt, szeretettel üdvözlök, meghaladtuk a 30-at ilyenkor, Szalai Kálmán barátom, szeretettel üdvözlöm, azt hiszem megérdemelt vakációját tölti éppen. Itt van Iza, örülök, hogy itt vagytok, jó estét kívánok mindenkinek, kicsit megigazítom ezt a izét, ezt a kamerát, oké, nézzük, van egy-két kérdés, jött egy-két kérdés, na, kezdjük az egyikkel. Kedves Jonatán, a tegnap esti tanulásban kapcsolatban. Ha vesszük Ádámtól Noéig a sort, akkor, és leírja a kedves tanulótársunk, Ádám, Sét, Enos, Knán, Mehalel, Jared, Enok, Metusalach, Lamech és Noah. Ha beleszámítjuk a sorba az elsőt, az utolsót, és akkor ez 10 fő. Így van. Na most, ha vesszük Noétól Ábrahámig, Noé, Sém, Árpáksád, Selach, Hever, Péleg, Reu, Serug, Nahor, Táré, vagy Terach egész konkrétan, és Ábrám. Ez 11. Vehetjük úgy is, hogy Noah, Noét nem számoljuk kétszer, akkor valóban 10. Ez így van, így kell számolni. Noé a 10., Ábrahám pedig a 20. Noét nem számoljuk kétszer. 10 generáció van Ábrahámtól Noéig, mármint Ádámtól Noéig, Noé a 10., a következő az ő fia, Sém, Hám és Jefet, ezek a 11-ek. Noét nem számolod megint, hát hiszen akkor már Noé két helyet töltene be egy számsoron, és számsoron nem számolunk kétszer egy helyet, úgyhogy, és innentől kezdve Ábrahám pedig megint a 10. Most egy érdekességképpen jegyzem meg, erről fogunk ma egyébként beszélni, de érdekességképpen jegyzem meg, szervusz Flandéről Miskolcról, Kulcsár Tibor barátom, Robi, Zsolt, Erika, Erzsébet, jó, hogy itt vagytok, itt van Barta Kón barátom is, szóval érdekességképpen jegyzem meg, bár ezt a Misna nem írja, de 10. generáció, hogy Ádámtól Noé, Noétól a 10. generáció, összesen a 20. Ábrahám, és Ábrahám után a 6. generáció Mózes. A 6. generáció Mózes, ugye van Ábrahám, konkrétan Mózes családfája az úgy nézett ki, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, Jákobnak a fia Lévi, Lévinek a fia Kehot, és Kehotnak a fia Mózes. Ez a Mózes a 6. összesen, Ádámtól tehát Mózes a 26. nemzedék. A 26. nemzedék, a 26-os szám pedig a zsidó számisztikában különleges, mert Isten nevének, betűinek a számértéke. Ugye Istennek van egy 4 betűs neve a tetragrammon, 4 betűből áll, egy judból, egy héből, egy vávból és egy héből. A judnak a számértéke 10, a vávnak 6, a héjnek 5, a judnak 10, a héjnek 5. A vávnak 6, majd megint hének 5, ez összesen 26. Tehát Mózes, ha úgy tetszik, a Mózes generáció, nem véletlenül a 26. generáció a teremtéstől, hiszen Mózes volt az, és az a generáció, a tóraadás, tóra megkapásának generációja, a tóra elfogadásának generációja, aki meghonosította a teremtőt ezen a világon. Ezért Mózes a 26. generáció. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat. Érkezett egy másik kérdés. Elnézést, hogy ittam. Egy másik kérdés érkezett. Engem régóta foglalkoztat, hogyha annyira vigyáznunk kell a testünkre, mert ugye kell, hogy se egy tetoválás, se egy szándékos seb, semmit nem ejthetünk rajta, akkor hogyan ítéljük meg a zsidó élsportolókat? Köztudott, hogy az élsportolók túlhajtják a szervezetüket, az már nem az egészséges módja a sportnak. Ugyanezzel kapcsolatban rácsodálkoztam, amikor Jeruzsálemben a reptéren, a dohányzás, gondolom nem Jeruzsálemben volt a reptér, mert hogy ott nincs, a reptéren, a dohányzásra kijelölt kuckóban szívták a cigit a kaftános, pajeszos, kalapos, ortodox zsidó férfiak, akkor ezt hogyan? Oké, akkor nézzük meg egy pár, misunderstanding, vagy misconception, ezekben a kicsi félreértés van ebben a gondolatokban. Először is tetoválni nem azért nem szabad, az ember a testét nem károsíthatja. Úgy szól a Tórának a parancsolat, usmártem meod le nafsotechem, és vigyázzatok nagyon a lelketekre, ebből tudjuk, ez az a parancsolat, amit a Talmud bölcseink úgy értékelnek, vagy úgy magyaráznak, hogy ez azt jelenti, hogy az ember köteles az egészségét megóvni. Ugye erről hosszasan beszéltünk korábban több alkalommal, aztán a blogomban is írtam erről, hogy az ember nem
tulajdonosa a saját testének. Érdekes módon a tested az nem a tied, a testedet kölcsön kaptad Istentől, arra 120 évre, amíg a világon vagy, hogy a lelkednek legyen egy fizikai hajléka, és majd ezután vissza fogod adni a lelked visszamegy a lelkek országába, a tested pedig visszamegy oda, honnan jött, a föld porába, a föld, vagy hát tulajdonképpen komposztá válik, ugye egyé válik a földdel. Most tetoválni az tilos, ez egy tórai tilalom, de ennek a tilalma nem a test védelmére kapcsolatos, hanem ez egy pogány bálványimádó szokás volt, és a tóra ezt tiltja, nem szabad sebet ejtenünk a testünkön szándékosan, és nem szabad firkálni a testünket permanens módon, a tetoválás tilos, erről is írtam, az egyik első blogbejegyzéseim egyike, tavaly február környékén való, nagyon az elején megtaláljátok a tetoválásról szóló részt, itt van a feleségem is, mindenkit üdvözöl. Igen, Tel Avivban volt ez a repülőtér, ez nem Jeruzsálemben, nem baj. Nos, tehát a tetoválás az más miatt tilos, de abban igazad van, hogy a testvédelme a judaizmusban szent és sértetetlen, mondom, tórai parancsolat, az ember vigyázzon az egészségére. Azaz dafke, kifejezetten egészségkárosító dolgokat nem szabad csináljál. Most nézzük meg először az élsportolót, aztán nézzük meg a dohányzást. Most az élsportolókra vonatkozó egészségügyi, először is túl sok ortodox zsidó élsportolótól valóban nem fogsz látni egyébként. A zsidók valahogy nem kifejezetten a sportban találták meg a... Ennek valószínűleg számos oka volt, nem a sportban csúcsosodtak ki a zsidók az évszázadok során, leszámítva persze a 20. századot, amikor ugye az asszimiláció és a felvilágosodás következtében ugye számos zsidó került egyébként olimpiai érsport, minden tekintetben érsportnak nevezhető, és nem csak Johnny Weissmüllerre gondolok, vagy Keleti Ágnesre, vagy arra a számos Kárpáti Gyuri bácsira, aki most hunyt el nemrég, Keleti Ágnes néni azt hiszem még él, azt hiszem, ugye, javítsatok ki, nem, remélem, ha igen, akkor éljen 120 évig. Szóval korábban nem voltak zsidók élsportolók, ennek sok oka volt, történelmileg talán az lehetett az oka, igen, Zsuzsikám, erről beszélek, írom a feleségünknek, a vallásos zsidók nem, magyar asszimilált zsidók, igen. Most asszimilált zsidókat nem nagyon érdeklik a bibliai törvények, úgyhogy őket egy picit ilyen tekintetben félre tudjuk tenni. Most történelmileg ennek az lehet az oka, hogy az időszámítás előtt, tehát most már cirka 2300-2400 éve, ugye amikor a világ kultúrája, vezető kultúrája, nem úgy, mint most az amerikai vagy az angol száz kultúra, hanem korábban a vezető kultúra, a görög kultúra volt, a hellén kultúra volt. Ugye a görögök nagyra tartották a test szépségét, nagyra tartották a mesztelenséget, nagyra tartották a sportokat. Ugye a kettőt össze is fűzték, mert ugye mesztelenül sportoltak. Gondoljunk csak az első olimpiára, és ezek a gimnasztikai gyakorlatok, meg ilyen dolgok. Ugye ezek párosultak a mezítelenséggel, ennek megfelelően a szemérmetlenséggel, még akkor is, hogyha a férfiak külön sportoltak a nőktől, a nők szerintem nem is nagyon sportoltak, gondolom, a férfiak között ugye nem voltak nők, viszont a férfiak között volt számos homoszexuális kapcsolat. Szóval valahogy a zsidók ezt, valamint legalábbis a vallásos zsidók, a hagyományhoz, a tórához ragaszkodó és hű zsidók nem nézték ezt nagyon jó szemmel. És akkor asszociálódott a sport azzal a hellén kultúrával, ezzel az idegen, a zsidóságtól távol álló idegen kultúrával. Persze voltak sokan a zsidók között annak idején, akik hellenizálódtak, héberül úgy mondják, hogy mit jávnim, az szó szerint azt jelenti, hogy görögösödtek, begörögösödtek, és ezek voltak akkor az asszimilán zsidók. Az asszimiláció az nem egy új fogalom, igyekeztek asszimilálni, sőt, képzeljétek el, hogy egy helyen azt is írja a Talmud, hogy ez az asszimilációs törekvés a zsidók részéről olyan erős volt, annyira megtetszett nekik a görög kultúra nagyon sokaknak, ugye ekkor járunk, amikor kialakul két szekta, vagy két irányzat a zsidóságon belül, a szadduceusok meg a farizeusok, a szadduceusok voltak az asszimilánsok, a farizeusok meg voltak a rabbinikus zsidók, a jó fiúk voltak a farizeusok, a rossz fiúk voltak a szadduceusok. Na mindegy, ugye a hanuka ünnepének a története az tulajdonképpen nem szól másról, mint arról a harcról, amelyet a zsidó népen belül az asszimiláns hellenizálódott zsidók ellen vívtak a hagyományhoz, a tórához, Istenhez hű zsidók. Ez a Hanuka története, Makabeusok könyvébe lehet olvasni, ez nem része a Héber Bibliának, de akkor is el lehet olvasni a Makabeusok könyvét, meg ezt olvasod Josephus Flaviusban, zsidók háborúja, illetve zsidók története című könyveiben. Oké.
Tehát egyrésztről a sport azért nem volt nagyon zsidós dolog, mert nem volt nagyon zsidós dolog, mert egyrésztről egy ilyen pogány dolognak tartották, egy ilyen nem tartották kifejezetten zsidós dolognak. Meg hát mikor is volt rá lehetőség? Ugye a középkor nem adott erre lehetőséget. A középkorban egyébként a nem zsidó világ sem volt kifejezetten a sportokban, vagy hát a sportoknak agresszív formáját választották. Ugye lovagi torrák, meg egyéb dolgok, amelyek egyébként a zsidó világban is előfordultak egyébként, sőt vannak is halachikus responzumok, vallásjogi responzumok arra, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki megsérül egy lovagtornán, ugye ahova önként és dalolva vesz egy lovagtornán, és mi van, ha megsérül, akkor kell a másiknak kártérítést fizetnie, és ilyen típusú dolgok voltak. Sőt, esküvői mulatságban is volt ilyen műsorszám, hogy lovagi torna, mondjuk a 11., 12., 13. században gazdagabb, jómódúbb zsidóknál Európában egyébként. Most bárhogy is legyen, a sportát nem volt egy kifejezetten zsidós dolog. Persze mondom még egyszer, a felvilágosodás és a reformizáció vagy reformáció, illetve az azt követő asszimilációs törekvések, az emancipációt követő asszimilációs törekvések, hú, mennyi idegen szót lehet bespréselni egy mondatban. Szóval, hogy az emancipációt kísérő asszimilációs törekvések miatt ugye sok zsidó fordult a sport irányába természetesen, mint a sok zsidó fordult az egyetemek irányába, vagy a tudományok irányába, és ugye mint egy kukta, amiben gőzölög a sok nyomás, ugye bent tartja a nyomás, és lerepül egyszer csak a fedél az asszimilációnál, ugyanígy tört, buzgott ki, vagy bugyorogott ki a zsidó kreativitás, tudományok, művészetek, és egyébként a sportvilágában is. De visszatérve a kérdésre, hogy nem akarom megkerülni a kérdést. Az élsport az igazából sose volt egy zsidós dolog. Most az azért vitatható, hogy az élsport az mennyire egészségtelen. Ez szerintem nem egyértelmű, és itt rákanyarodok a dohányzásra is. Fogsz látni ortodox zsidókat dohányozni, egyre kevesebbet ma már, és ez azért lehet, mert a dohányzás, hogy a dohányzás egészségtelen, ez egy nagyon új felfedezés. Most persze kiröhöghettek, és azt mondhatjátok, hogy 20 év, hogy már legalább 20 éve tudjuk, de azt gondoljatok bele, 20 év, az nem sok idő. A 60-as években Moshe Feinstein rabbi, aki az Egyesült Államokban élt, ugye korábban Litvániából menekült az Egyesült Államokból, ugye a holokauszt előtt, és ő volt a 20. század egyik legnagyobb vallási döntéshozója. Ő két alkalommal is döntvényt hozott, vagy válaszolt arra a kérdésre, és paszkenolt hozott vallásjogi döntvényt abban a tekintetben, hogy szabad-e cigarettázni. És az első alkalommal ezt a döntvényt, ha jól emlékszem, 68-ban, vagy, és akkor úgy foglalt állást, hogy szabad, cigarettázni szabad a Tóra alapján, mert az akkori, az 60-as évek végi orvosi kutatások eredményei nem egyértelműen foglaltak állást abban a tekintetben, hogy a cigaretta ártalmas. Szóval gondoljatok bele, pár száz évvel ezelőtt meg azt gondolták, hogy a cigaretta nem hogy ártalmas, hanem a cigaretta egészséges. Egészségügyi cigaretta. Ugye volt még a 60-as években volt Magyarországon egy olyan cigaretta, aminek az volt a neve, hogy van a wifi hálózattal, okay. Szóval volt régen Magyarországon egy sport nevű cigaretta. Sokáig az emberek évszázadokig gondolták, hogy a dohányzás egészséges. Még egyszer, 60-as évek végén Moshe Feinstein rabbi engedélyezte a dohányzást. Aztán később, cirka 15 évvel később ismét kiadott egy döntvényt, ahol viszont már nem engedélyezte a dohányzást ortodox zsidóknak, mert addigra olyan kutatási eredmények láttak már napvilágot, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy a dohányzás káros az egészségre. Ugye a híres színész, aki a Marlboro reklámban szerepelt, akit úgy hívtak, hogy Marlboro Man, ugye az a híres, jóképű, feketehajú, ilyen kicsit Ronald Reagan-szerű színész, aki ott nyargalt a sivatagban, a lovon, cowboy kalapban, cigarettával a szájban, ő tüdőrákban halt meg egyébként, teljesen az élet fintora, a sors iróniája. Szóval a helyzet az az, hogy ezért nincs nagyon sokan, akik ma dohányoznak, még mindig a 60-as évekbeli Moshe Feinstein rabbi általi engedményre hivatkoznak. Én mondván, hogy a Moshe Feinstein rabbi az Igros Moshe-ben azt paszkenolta, azt döntötte, hogy szabad dohányozni.
legtöbb rabbi manapság, mai döntéshozók, ugye annyira egyértelmű már az orvosi bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a dohányzás tilos, annyira egyértelmű, és annyira mindent elsöprő a bizonyíték, hogy igazából nem helyes az egészségkárosítás, nem helyes a dohányzás. Ettől függetlenül még egyszer, akik dohányoznak, azoknak van kire támaszkodniuk, és lobogtathatják most a Feinstein rabbi korábbi döntését. Még egyszer, Feinstein rabbi döntése, persze éppen akkor kurens volt az akkori tudományos állásponttal, de később ez már megváltozott. Nem helyes dolog a cigarettázás, nem csak ortodox embernek sem, meg nem ortodox embernek sem, de mint mindannyian tudjuk, a cigarettázás az egy szenvedélybetegség. A nikotin függés egy szenvedélybetegség, ezért az ortodox zsidó is ember, és persze igyekszik uralkodni magán talán jobban, mint egy átlag ember, de nem mindig sikerül, és talán nem is mindig igyekszik jobban. Szóval legyünk egy kicsit elfogadóbbak, vagy legyünk elfogadók, és legyünk toleránsok azokkal szemben, akik küszködnek ezzel a dologgal. Én emlékszem, amikor Amerikában jesivába jártam, én is dohányoztam egyébként. Nem stíftam soha életemben, nem voltam egy masszív láncdohányos, de azért dohányozgattam. És jesivában, Amerikában ez egy ilyen social experience volt, ez egy ilyen társadalmi esemény volt, hogy ugye kimentünk együtt a srácokkal tanulást megszakítva dohányozni. És ez. Én nagyon sok mindent köszönhetek ennek egyébként, mert nagyon sok barátság szövődött azokkal. Tehát én jellemzően azok a gyerekekkel lettem jóba, azok a srácokkal lettem jóba, akikkel együtt dohányoztam. Mert az úgy összehozta az embereket, hogy ott állsz egy... Már akkor sem lehetett Amerikában beltéren dohányozni, most beszélünk, én a 90-es években éltem ki, 91-től 2000-ig, és már a 93-4-ben már nem lehetett Amerikában beltéren dohányozni. De sose felejtem el, soha nem felejtem el, talán... És tudom, 1998-ban, 1999-ben lehetett, mikor sétáltam egyszer Brooklynban, Borough Parkban az utcán, és ez ortodox zsidó, egy ultraortodox zsidó negyed, ott éltem, és sétáltam az utcán, és oda jött hozzám, több alkalommal jöttek hozzám oda, idős nénik. És mondták nekem angolul ilyen magyaros angol akcentus, hogy egy ilyen helyes fiú miért dohányzik egy ilyen helyes fiú? Miért dohányzik egy ilyen helyes fiú? Most, hogy szoktam lekérdezi Aliz? Ugye azt hozzá kell tegyem, hogy a végén, tehát az utolsó években, mondjuk az utolsó, nem is tudom, 8 évben, már nem szívtam csak ilyen napi 3-5 szálat, szóval elég keveset. Hogy szoktam le, hogyha már Aliz ilyen kedvesen anekdotálatok a saját élményeimről, három ok miatt szoktam le. Elsősorban, legelsősorban azért, mert a feleségem szerette volna, hogyha leszokja. Másodszorban, mert született több mint másfél évvel ezelőtt, mikor megszületett Simon, akkor megszületett a fiam, akkor ugye nekem az volt a bajom a dohányzással, ugye csak ki kellett menni a teraszra, és ugye nem, én utáltam a cigaretta szagot, saját magamon is. Úgyhogy minden alkalommal, amikor cigiztem, akkor bementem, lezuhanyoztam, megmostam a hajamat, megmostam a szakállamat, megmostam a fogamat. Marha macerás volt. Tehát egy cigarettáért egy komplett 20 perces rutin nyomni, ez borzasztó volt. Igen, Zsuzsi, említettem, hogy te voltál az első fok, amiért leszoktam. És akkor egyszer csak, ugye már olyan macerás volt, hogy gyereket nem akartam cigarettaszagból megpuszilni, és akkor azt mondtam, hogy akkor ennyi elég. És mi történt? És a harmadik, ez volt a második ok, és a harmadik ok, sorrendiséget nem állítanék föl a második két ok között, a feleségem az első természetesen, a másik két ok között nem állítanék föl sorrendiséget, de az is közre játszik, hogy Pészach előtt volt, és Pészachkor a dohányzás az problematikus ünnepnapon. Ugye szombaton, azok számára, akik ez érdekel, azt elmondom, sabátkor szombaton tilos tüzet gyújtani, ugye, meg tilos tüzet eloltani, ezt tilos szombaton csinálni, de ünnepnapon bizonyos dolgok a szombathoz képest lazábbak, vagy meg vannak engedve, például tüzet gyújtani ünnepnapon se szabad, viszont meglévő tűzről átvenni tüzet a szabad. Tehát ha van egy örökmécsesem, egy égő gyertyám, és arról meggyújtok egy másik gyertyát, arról például meggyújthatok, arról a másik gyertyáról meggyújthatok egy cigarettát is, vagy meggyújthatom vele a gáztűzhelyt, és akkor főzhetek ünnepen. Az is igaz, hogy ezt a gyertyát már elfújni nem szabad, és a gáztűzhelyt se szabad kikapcsolni. Tehát tehát tüzet oltani nem szabad, és gyújtani is csak meglévő lángról lehet. Ez egy tórai parancsolat egyébként. És
És ugye ünnepnapon eleve ez egy kicsit problémás, mert szabad ugyan tűzről tűzre gyújtani, de fölöslegesen, az a főzés szempontjából szabad, de a dohányzás, ott felmerül a kérdés, hogy ez vajon tényleg egy olyan ok, ami miatt az ember ünnepnapon, akár ünnepnapon gyújthat tűzről tűzre, tűzről gyújthat-e, eleve a dohányzás, hogy nem egészséges, tehát eleve, ahogy beszéltük, a halacha, a zsidó vallási jog nem tekint, kifejezetten nem szimpatizál a dohányzással, és akkor felmerül a kérdés, hogy ünnepnapon egyáltalán szabad-e dohányozni, és van Pészákkor még egy nehezítés, vannak olyan rabbik, olyan döntéshozók, akik amiatt, hogy Pészákkor ugye nem lehet kovászos, semmilyen kovászosnak nem lehetünk birtokában, vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy a cigarettákban nem biztos, hogy tudjuk, hogy nincsen valami kovászos azokban a kémiai anyagokban, amelyekkel a cigarettát készítik, ugye azokban a különböző löttyökben, amiben áztatják a dohányt, meg a ragasztó, amivel ragasztják, vagy mit tudom én. És ezért a legtöbb rabbi óvaint attól, ha valaki dohányzik is, akkor is azt mondják, hogy lehetőség szerint ünnepen ne dohányozzon, és lehetőség szerint Pészákkor meg aztán pláne ne dohányozzon. És akkor úgy voltam vele, hogy a feleségem is akarja, a gyerek is itt van, és Pészák is jön, és akkor abba hagytam. Ez volt Aliz leszokásom rövid története. Örülök, hogy ezt elmondtam nektek. Valaki kérdez itt valamit. Oké. Azt írja, az oké, ez a szavajárás lett. Azt akkor átvetett tőlem, bocsánat. Jó, dohányzás. Akkor ennyit a dohányzásról, jó? Tehát magyarul még egyszer a kérdésre válaszolva, a korábbi kérdésre, vannak ortodox zsidók, akik dohányoznak, nem teszik helyesen, de van, akire támaszkodjanak. Még egyszer egy 60-as évek végebeli Moshe Feinstein rabbi általi döntés. Tehát nem helyes, persze, nem helyes dohányozni, de adjuk meg nekik a ártatlanság vélelmét, és tudjuk, hogy a dohányzásról leszokni bizony nem könnyű dolog. Az is igaz egyébként, hogy emellett persze ugye ez az egészség megőrzés, az egy nagyon tág kategória. Egyrészt, mert ugye rengeteg mindent, tehát miközben a cigaretta persze káros az egészségre, a chips is káros az egészségre, meg a szaturált olajok is károsak az egészségre, meg a transzsírok is károsak az egészségre, meg a túl sok cukor is káros az egészségre, és igazából a fehér liszt is káros az egészségre, és még egy csomó minden más dolog káros az egészségre. A glicerin sem kifejezetten biztos, hogy jót tesz az embernek, abból is jó sokat eszünk. Szóval előfordulhat, hogy az ember ugye, a tóra az élet törvénye. Igen, Aliz, biztos vagyok benne, hogy menni fog. Szoknál nyugodtan. Tudod, tudjátok, hogy tudod, hogy kell Aliz leszokni a cigarettáról? Egyszerűen így, nem kell ezt. Most a következő cigit, amit el akarsz szívni, azt ne szívd el. Így kell leszokni róla, ilyen egyszerű. Nem mondom, hogy könnyű utána, de igazából nem kifejezetten. Vannak ennek nehezebb dolgok is az életben. Szóval az egészség megőrzésében a dohányzás mellett persze még számos dolog is van, ugye az, hogy az ember mit vesz a szájába, mit eszik, sportol eleget, ne idegeskedjen túl sokat, stb. De meg kell tartani persze a dolognak az életszerűségét. Meg kell tartani a dolog életszerűségét. És azért azt is hozzá kell tenni, egy másik aspektus pedig az egészségmegőrzéssel szemben. Igen, szóval Ács Laci is írja, hogy van egy indiai ember, aki 125 évig élt. Winston Churchill is 90, nem tudom hány évig élt viszonylag egészségben. És Winston Churchill az ugye jelszava volt, hogy csak semmi sport, tehát ő biztos, hogy nem mozgott egész életében. Minden bizonnyal folyamatosan delíriumos állapotban volt, mert folyamatosan ivott. Tehát egész biztos, hogy az alkohol nem ürült ki a szervezetéből, hogy az alkohol 72 óra alatt ürül ki teljesen az ember szervezetéből. Winston Churchillnek nem telt el 72 óra, hogy ne ivott volna valaha, és egyfolytában azt szivarozott, és mégsem lett beteg, de hát a kivételek erősítik a szabályt, ahogy mondják. Szóval visszatérve, az sem mindig, szóval a tudomány folyamatosan változtatja az álláspontját bizonyos dolgokról. Legutóbb például, ha jól emlékszem, a koleszterin volt egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban ugye a tudomány megváltoztatta az álláspontját. Korábban azt mondták, hogy egyél tojást, de csak a fehérjét, a sárgáját nem arra túl magas a koleszterin, aztán kiderült, hogy a koleszterin az igazából jó dolog, és igazából az nem attól lesz érszűkület az embernek, meg keringési zavara, meg a szívének nem tesz olyan rossz. Szóval ezeket mindig azért az összes ilyen tudományos ilyen nagy megmondásokat azért mindig óvatosan kell kezelni, mindig le kell kísérni egy pohár hideg vízzel, mert azért nem kell mindenre mérget venni, amit a tudomány állít, mert néhány év múlva megváltoztatja a véleményét.
Persze, hát a mi feladatunk az az, hogy az ember követje, és most nem cinikus akarok lenni, semmiképpen nem akarok cinikus lenni, és nem akarok lebeszélni senkit semmiről, csak jegyzem meg, hogy nem eszik olyan forrón azt a kását, mint ahogy főzik. Oké. Okay. Most pedig 5. fejezet, 2. misna, most már jussunk tovább az 5. fejezet, 2. misnáján. Múltkor azon gondolkoztam, hogy ha befejezzük, hogy a 6 fejezete van az atyák tanításainak, még hosszú, még azért akad belőle, de már nem olyan nagyon sok, és múltkor gondolkoztam rajta, hogy mi legyen a következő szöveg, amit, ha ennek letelik ez a periódus, akkor mi legyen a következő szöveg, amivel majd foglalkozni fogunk. Most van még, formálódik a fejemben egy-két gondolat. Azt gondolom, hogy inkább filozófiai tárgykörben maradunk, semmit vallásjogi tárgykörben, mert hogy ez ilyen jól jött ki eddig. Oké. A Sarah Dorot, mi Ádám veled Noah, ugye erről beszéltünk korábban, a 2. misna, 5. fejezet, 2. misnája. 10 nemzedék volt Ádámtól, az első embertől Noéig. Noé volt a 10. Lehodiá, kamaerecha paim lefanav, hogy tudassa velünk a Teremtő, hogy milyen türelmes, milyen megértő. Se kolha dorot hajó, mechaszim vebaim, mindenik nemzedék dühítette és bosszantotta Istent, át se via lejemet mi álmából, addig, amíg Isten el nem pusztította őket a özönvíz által. És utána a Saradorot, mi Noach veled Ábrahám, és Noétól Ábrahámig, Ábrahám a 20. volt Ádám után. Lehodiá, kadama erecha paim lefanav, hogy megmutassa nekünk Isten, hogy milyen türelmes, meddig vár, hogy az emberek megtérjenek, és a koladorot hajó mechaszimu vaim, minden nemzedék, mindegyik nemzedék felbosszantotta és bosszantotta és ingerelte a Teremtőt, átsebe Ábrahám vinu, ve kibelsz hárkulám, amíg nem jött Ábrahám, és megkapta a jutalmat minden. És akkor korábban meséltem arról, hogy hogyan veszett el a monoteizmus a világból Ádámtól Noéig, majd aztán később Noétól Ábrahámig megint elveszett. És igazából tulajdonképpen Ábrahám után már nem veszett el többet a monoteizmus. A monoteizmus él és virul, köszöni szépen, jól van. Ugye a Noé-féle özönvíz az 1636-ban volt, a zsidó számítás szerint, Ábrahám pedig 1948-ban született, tehát a második 10 generáció, ugye az első 10 generáció az 1600 év volt, a második 10 generáció pedig már csak 300 év volt. Már az emberek rövidebb ideig éltek. Hogyha megnyitjátok, ha megnézitek a Teremtés könyvét, akkor azt fogjátok látni, hogy az emberek nagyon sokat éltek. Itt van előttem nyitva, Ádámtól Noéig a 10 nemzedék. Sét például 105 évet élt, Enos 90 évet, ez mondjuk még nem olyan nagyon sok. Ja, pardon, nem, elnézést. 105 évet élt, mikor nemzette Enost. És összesen élt 912 évet, aztán másik élt 905 évet, van aki 910 évet, van aki 895 évet, 962 évet. Hanoch, ő nem halt meg, Metusalah volt a leghosszabb, ő pedig 969 év volt, mikor meghalt. Metusalah volt a leghosszabb életű ember a világon, Matuzsálem. Héberül úgy hívják Metusalah, magyarul úgy mondják Matuzsálem, ugye a Matuzsálem kor, ő volt a leghosszabb életű ember, 969 évet élt. Most vita van, ez egy érdekes gondolat, azzal kapcsolatban, hogy az hogy lehet, hogy ezeket vajon hogyan kell értelmezni ezeket az életkorokat. Most ehhez képest ugye Noé 600 évet fog élni, tehát Noé életének száma 600 év, Ábrahám pedig már csak 180 évet fog élni. Valami látszik, ugye, és ezt az előbb ugye mondtam, tetten érhető, abban, hogy a Noé féle első 10 generáció, tehát Ádámtól Noéig 1600 év telt el, Noétól Ábrahámig ugyanúgy 10 generáció volt, de már csak 300 évvel telt el, az emberek rövidebb ideig éltek. Egyébként érdekességképp jegyzem meg, hogy Ábrahám találkozhatott volna Noéval, vagy lehet, hogy találkoztak is. Körülbelül 40 év, ugye Noé elég öregen, 600 évesen halt meg, Ábrahám cirka 40 éves volt, körülbelül 40 éves volt, de ezt pontosan utána tudok nézni, hány éves volt Ábrahám, mikor meghalt Noé. Tehát teoretikusan az is lehet, hogy találkoztak, pedig 10 generáció telt el kettejük között. De még élt Noé, mikor Ábrahám született. Még 40 évet élt Noé, mikor Ábrahám, miután Ábrahám megszületett. Szóval tök érdekes. Most a rabbi között van egy érdekes vita azzal kapcsolatban, hogy lehet az, hogy az emberek ilyen sokáig éltek. Hogy ezt miként kell érteni? Hogyan kell érteni? Ugye a világ teremtésénél beszéltünk arról, hogy kell értelmezni a teremtés 6 napját kontra a világegyetem 14 milliárd, illetve a Föld 4,5 milliárd évével, vagy 5 milliárd évével, hogyan kell ezt értelmezni.
És itt is felmerül egy hasonló kérdés. Alapvetően két vélemény van. Nagyon érdekes, két vélemény van. Az egyik szerint, nem meglepő módon, az egyik szerint szó szerint kell, pardon, nem kell szó szerint értelmezni ezt a, pardon, nem, elnézést, nem, rosszat mondok. Mind a két vélemény szerint szó szerint kell értelmezni, és valóban Metusalem 969 évet élt, Noé 600-at, Ádám 930-at, és így tovább. Mindenki szerint ilyen sokáig éltek. A kérdés az az, hogy mi változott. Ma az emberek miért nem élnek ilyen sokat? Sőt, már ugye Ábrahám sem élt ilyen sokat. Ábrahám 180 évet élt, az mai szemmel nézve marha hosszú idő, de hát azért lássuk be, érted, amikor gondoljatok csak bele, Ábrahám kinyitja az újságot reggel, olvassa a tegnapi nekrológokat, és azt olvassa, hogy élt ez 850 év, 900 év, stb. Ő pedig meghal 180 évesen. Hát ez tragikus lehetett, még akkor is, ha önmagában nézve 180 év nem kevés. De alapvetően tehát két nézet létezik. Az egyik a Maimonides, a Rambámnak, most ebben Maimon rabbinak, a 12. századi híres filozófusnak a gondolata. Ő azt tartja, ő egyébként egy javíthatatlan racionalista, a Maimonides, és az ő filozófiája jelentős részben alapul Arisztotelész filozófiáján. Ő azt mondja, hogy igazából mindenki képes lenne ilyen hosszú életet élni. 600 évet, 500 évet, 400 évet, ki hogyan. Mindenki képes lenne elérni ilyen hosszú életkort, csak miért nem élünk ilyen hosszú életkort, mondja Maimonides, mert idegeskedünk, mert stresszelünk, mert dohányzunk, mert nem táplálkozunk megfelelően, nem sportolunk eleget, és így tovább. De azt mondja Maimonides, hogy igazából nincs semmi oka, hogy az ember ne éljen ilyen hosszú időt, magunkra vessünk, hogyha nem élünk ilyen hosszú időt. Ezzel szemben van a másik komoly filozófiai iskola, ami szerint mi úgy vélekedik, hogy az özönvíz, azt tudjuk más tekintetben is, hogy az özönvíz egy kataklizmikus, egy vízválasztó, szó szerint elnézést a szó, ronda szóvicér, egy vízválasztó esemény volt a világtörténelemben. Szóval bizonyos dolgok az özönvíz után másképp működtek. Ezt tudjuk midrásokból, hogy voltak különböző állatok, amelyek kipusztultak az özönvíz után, nem maradtak meg, különböző ilyen nagy testű állatok, nevezzük mondjuk dinoszauruszoknak, ugye a Re'eim például, ami aztán később egy Re'eim nevű állat, amiről azt tartják, hogy valami óriási nagy állat volt. Ma már antilopnak hívjuk, azt hiszem a Re'eim az antilopot jelent, de hát ez régen egy óriási nagy állat volt állítólag. Olyan nagy állat volt, hogy Noé be se tudta tuszkolni a bárkába, és ez a Midrás azt meséli, hogy Noé ilyen kötéllel, tudjátok, mint ezek a gumipók, amivel a tetőcsomagtartóra teszed, olyan kötéllel volt ki kötve a bárkának az oldalára ez a Re'eim nevű állat. Szóval voltak állatok, amik kipusztultak, és azt mondják a rabbik, hogy nagyon sok dolog az özönvíz után megváltozott a természetben. Mit tudom én, magasabb lett az ózontartalom, vagy alacsonyabb lett az ózontartalom, vagy nem tudom micsoda, de azt mondják a legtöbb rabbi, hogy az özönvíz előtt az emberek még sokáig éltek, az özönvíz után pedig az emberek már kevesebb ideig éltek, megváltozott a levegő összetétele, vagy a természet törvényei. És ezt így is látszik a Tórából, mert ugye Noé után már az emberek már nem élnek ilyen nagyon hosszú életkorokat meg. A Maimonides pedig úgy tartja, hogy a természet törvénye az nem változott semmit se, egyszerűen a nagy testű állatok esetleg kihaltak, mert nem bírtak tovább élni, az emberek pedig azért nem élnek olyan sokáig, mert nem élnek olyan egészséges életmódot, mint amilyet, ugye Maimonides orvos volt, tehát tudott egy smást az egészségről, és Maimonides azt tartja, hogy az ember ma is képes lenne baromi hosszú időt élni, csak hát ugye nem vigyázunk elő magunkra, hogy ezt korábban megbeszéltük. Van persze egy másik érdekes gondolat, ami ugye maga a Tóra Mózes első könyvének, első fejezetének a végén írja, hogy az ember élete 120 évben maximalizálódik. Mindjárt igyekszem megkeresni ezt a verset. Itt van. Mózes első könyve, 6. fejezet, 3. vers, de mondta az örökkévaló, ne maradjon szellemem az emberben örökké, mivel ő test és lélek,
tehát hogy az ember ne legyen halhatatlan, ezért legyenek napjai 120 év. Legyenek az ember napjai 120 év. Ugye itt több magyarázat van arra, hogy hát hogy lehet az, hogy akkor azt mondta Isten, hogy az ember maximum 120 évet él, erre látjuk, rögtön utána látjuk, néhány verssel később, magában ugyanebben a tórában látjuk, hogy vannak emberek, akik bőven többet éltek, mint 120 év, 800 év, 900 év, és így tovább. És akkor erre több magyarázat van. Az egyik szerint ezt Isten nem, hogy is mondjam, ez egy ilyen allegorikus kifejezés, ez nem, ez egy ilyen eufemisztikus kifejezés, inkább ez a jó szó. Ez a 120 év, és nem kell centire mérni. Ugye ez magyarázatot adhat arra, hogy van az, hogy ma is vannak, biztos Ás Laci be fogja írni, hogy ki ez a japán néni, aki 123 éves koráig élt, vagy mit tudom én, ilyenek is vannak, zárójelbe jegyzem meg, az ő életkoruk azért mindig bizonytalan, mert az anyakönyvi nyilvántartás mondjuk 120 évvel ezelőtt az nem volt olyan precíz, mint most, úgyhogy ennek megfelelően azért a nagyon régi iratokat azért megfelelő szkepszissel kell kezelni, de bárhogy is legyék, ugye azt mondják ezek a rabbik, hogy ezek a bölcsek, akik úgy érzik, hogy ez nem egy, hogy azt mondják, hogy ez a 120 év, ez egy eufemisztikus megfogalmazás, ez nem feltétlenül patika mérlegen mérendő. Más vélemények szerint pedig az átlagos ember életének többsége 120, de vannak különleges emberek, lehetnek különleges emberek, akik tovább is élnek, mint 120. Ugye érdekes persze, hogy ugye a proféták profétája, Mózes volt az, aki pontosan 120 évet élt, ugye Mózes ugyanazon a napon halt meg, mint amelyik napon született, így pont az élete pontosan 120 év, ugye Mózes Adár hónap 7-én született, Zájin Adárkor, ugyanazon a napon is halt meg, Zájin Adárkor, ugye Zájin Adár hó 7-e, ez mindig ilyen február környékén van, ez tehát Mózes születésnapja is, és egyben halálozásának évfordulója is. Innen fogjuk folytatni, drága barátaim, vasárnap, Isten segítségével vasárnap Horvátországból fogok jelentkezni, vasárnapra elutazunk egy kicsit a családdal, de a tanulás nem fog elmaradni esténként, Isten segít, akkor Horvátországból fogok bejelentkezni vasárnap. Addig se unatkozzatok, mert viszont van podcast, körülbelül 3 órája feltettem, lehet, hogy 4 is megvan, a podcast 6. epizódját, kifejezetten tórai gondolatok vannak most benne, kevesebb politika, a 3 hétről, a 3 gyászhétről, Jeruzsálemi szentté lerombolásáról beszélgettem 3 vendégemmel, Oberlander Baruch rabbival, Zev Páskesszel, illetve Fajt Asher rabbival, és tök jó beszélgetések, emellett persze mondok heti szakasz, kis rövid heti szakasz gondolatot, és van szerettem, utáltam, szubjektív hírelemzés is a podcast végén. Mindenkinek javaslom, Apple-ön, Google-ön, Spotify-on, YouTube-on, minden létező fórumon megtalálható, csak keresni kell. Itt a Facebook falamon posztoltam. Egyébként még egy dolog, azoknak, akik gyakran jönnek vissza, érdemes lájkolni. Ajánlom mindenkinek, hogy lájkolja az oldalamat. Nem csak azért, mert gyűjtöm a lájkot, egyébként tényleg örülök neki, amikor egyre több lájkol, most már 1630 körül járunk, és ez nagyon szép szám, én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök, de érdemes lájkolni és követni az oldalt, és akkor nem maradtok le semmilyen fontos eseményről, amit közzéteszek. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, szép estét, jó pihenést, jó hétvégét, keresztény testvéreimnek boldog áldott vasárnapot, muzulmán testvéreimnek boldog pénteket, és mi magunknak pedig Shabbat Shalom, Gut Shabbos jövő héten, mármint holnap este beköszönő Shabbatkor, Matot Maszé 2 heti szakasz van, Mózes 4. könyvét fogjuk befejezni szombat reggel a zsinagógákban. Mindenkinek szép estét, köszönöm szépen!